1 milliárd euró értékű támogatást különít el az Európai Unió az Afganisztánban élők, valamint a menekült afgánokat befogadó szomszédos országok számára sürgős szükségleteiknek kielégítésére. A segélycsomagot Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke jelentette be a világ 20 legerősebb gazdaságát tömörítő G20-ak vezetőinek Afganisztánról szóló rendkívüli csúcs találkozóján Olaszországban. Az olasz miniszterelnök jelentette, nagyon súlyos humanitárius vészhelyzet alakult ki Afganisztánban. Az ENSZ nemzetközi intézményeinek munkatársai humanitárius katasztrófáról beszélnek. Mario Draghi szerint a tagországok készen állnak az afganisztáni helyzet stabilizálásában való szerepvállalásra. Meg kell akadályoznunk az ország gazdasági összeomlását, azonnal cselekednünk kell, folytatta az olasz kormányfő. Meg kell előznünk az ország fizetési rendszerének bedőlését, mert akkor kifizetéseket sem lehet eszközölni. Abban az esetben már a humanitárius segítségnyújtás is ellehetetlenül. Közben az EU és az Egyesült Államok külön megbízottjai találkoztak a talib kormány képviselőivel Katarban. A tárgyalás központi kérdése volt az emberi jogok tiszteletben tartása, beleértve a nők és a kisebbségek jogait.